szeretettel köszöntöm Csitá lakosságát és látogatóinkat. Földművelősügyi Minisztérium pályázatán elnyert támogatásból készült ez a videó, azzal a szándéka, hogy emlékezzük a múltra, óvjuk, védjük természeti kincseinket, épített örökségünket. Mutassuk meg gyermekeinek büszkeségeinket településünkről, hiszen ők fogják majd tovább éltetni ezeket. Csitár Nógrád megyei kisközség, a Cserhát-hegység és az Ipoly folyó völgyének határán fekszik. Jelenleg 447 lakója van. Közigazgatásilag hozzátartozik Nógrád-Gárdony is. Római katolikus templomunk 1747-ben épült. A templom szentélyében elhelyezett barokk stílust követő fából készült oltáron a 12 apostol szobra található. Oltárképe Szent Ilonát ábrázolja a megtalált kereszttel. Nepomuki Szent János szobra 1850-ben készült. Az óvoda hátsó falán kiképzett fülkében vigyázza az arra járókat. A faluba vezető utak mentén vallásosságra utaló kőkeresztek találhatóak. Ezek közül három műemlék jellegű. Az egyik feszület a belső görbe dűlőben található, mellette egy szűzanya szobrot is elhelyeztek. 1803-ban készült. A másik, a temetőben látható kőfeszület, 1791-ből, a harmadik pedig a templomtéren őrzi a híveket, szintén 1791-ből, de 1888-ban felújították. Gárdony puszta neve 1327-ben fordul elő először, Csitár község nevének említésével együtt. A településen jellemző a lótartás, nagy hagyománya van a kecske és gyutartásnak a településen. Már az 1500-as években tizeddel adóztak az uraságnak ezen jószágok után. Dr. Zólyomi József Csitár története című könyvében részletesen leírja a csitári népviseletet, a kikötött kendőt, a díszes főkötőt, a színes felsőszoknyát, a pluszlikot, amelyeket mind újra élesztettek a településen a hagyományőrző kör lelkes tagjai. A népi jellegű lakóházakat az 1930-as, 40-es években építették. A fésűsen beépített telken álló kőlábazatos épületet három részre osztották. Tiszta szoba, konyha, kamra elrendezéssel. A kastélyt, melyet Majláth Géza építetett és természetvédelmi oltalom alatt lévő fáit, ma a Főnix Kastélyszanatórium és Egészséghotel működteti és gondozza. Csend, nyugalom, kristálytiszta levegő és festői környezet várja a gyógyulni vágyókat.